A Vásárhely Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok! Holnap helyezik örök nyugalomra Almási Istvánt, Hódmezővásárhelyi polgármesterét a Kincses temetőben. Lázár János országgyűlési képviselő elmondta, nagy veszteség az ő halála. A város hálás lett neki azért a munkáért, amit a közösség érdekében végzett a köznevelés, a közművelődés és a közigazgatás területén egyaránt. Almási István kihagyhatatlan volt a hódmezővásárhelyi közéletből. A 70-es évektől a művészeti élet szervezőjeként és résztvevőjeként is aktív szerepet vállalt, majd a rendszerváltozás idején hiteles emberként tudott bekapcsolódni a város jövőjének meghatározásába, a polgári közösség oszlopos tagjaként. Így emlékszik Lázár János Almási Istvánra, a jó barátra, a politikus harcostársra és a hűséges szövetségesre. Olyan ember volt, aki az életének egy részét mindig a köznek szentelte, a családon és a szeretett zenén túl a közügyekkel foglalkozott, a közművelődéssel, a közneveléssel vagy éppenséggel a közigazgatással, a közügyek intézésével. Tehát ilyen szempontból úgy gondolom, hogy a város hálás lehet azért a munkáért, amit Almási István ennek a közösségnek az érdekében végzett. Ma egyre nehezebb olyan embereket találni, akik minőségi emberek, jó gondolkodású emberek, amit csinálnak, azt jól csinálják, és ugyanakkor a közérdekében is akarnak cselekedni, vagy akarnak tenni. Lázár János szerint Almási István nem volt megosztó politikus, pártállástól függetlenül szerették az emberek. Bárhol is találkoztak vele a piacon, vagy akár a polgármesteri hivatalban, bárkivel könnyen szót tudott érteni. Jó vezetőnek lenni, az elő szokott fordulni, hogy valaki valamilyen oknál fogva, vagy a született intelligencia, vagy a szerzett intelligencia okán, vagy a képzettsége okán jó vezetővé válik, jó vezet egy vállalatot, jó vezet egy várost, vagy sikeresen irányít egy országot. Ez elő szokott fordulni. De hogy a siker és az eredményesség, a produktivitás, a hatékonyság, az az emberséggel, az emberiességgel hogyan egyeztethető össze. Ez egy nagyon nagy tudás. Aminek ő birtokában volt, ennek a képességnek birtokában volt, és mi, akik utána maradtunk, leginkább ezt kell, hogy eltanuljuk tőle. Almási István Hódmezővásárhely polgármesterének búcsúztatására holnap kerül sor. A gyászolók 9 órától a Szent István király templomban róhatják le tiszteletüket, a gyászmise 12 órakor kezdődik. Almási István 13 óra 30 perckor a Kincses temetőben helyezik örök nyugalomra. Almási István Hódmezővásárhely polgármesterének búcsúztatása december 1-én pénteken lesz. A gyászolók 9 órától a Szent István király templomban róhatják le tiszteletüket, a gyászmise 12 órakor veszi kezdetét, amit a Vásárhelyi Televízió élőben közvetít. Almási István délután 13:30-kor a Kincses temetőben helyezik örök nyugalomra. A búcsúztató ideje alatt 2017. december 1-én pénteken útlezárásokra, forgalomkorlátozásokra lehet számítani Hódmezővásárhelyen. Almási István Hódmezővásárhely polgármesterének búcsúztatása december 1-én pénteken lesz. Ehhez kapcsolódóan reggel 6 órától 13 óra 30 percig lezárják a Szabadság tér, a Rárosi út és a Szent István tér közötti területet. Az önkormányzat arra kéri az érintetteket, hogy december 1-én pénteken 6 óráig vigyék el az itt található parkolókból a gépjárműveiket. Lezárják továbbá 9 órától 13:30-ig a Vöröskereszt utca, 47-es főút és Szabadság tér között szakaszát. Forgalomlassításra lehet számítani 11 óra 30 perctől 13 óra 30 percig a Szent István tér, Kutasi út és Jókai utca közötti szakaszon, valamint a 7,5 tonnát meghaladó gépjárműveket, illetve a mezőgazdasági járműveket elterelik. Az Észak utca a Kincses temető bejáratától a temető végéig egyirányú lesz 10 órától 15 óráig. A Damjanics utcában megállni tilos táblát helyeznek ki, a Jókai utcától az Orgona utcáig a páratlan oldalon. A Szent István tér környékén parkolni lehet majd a Dáni utcában, a Mózes utcában és a Szabadság téren, a Völgy utcában és a Vöröskereszt utcában, valamint a piac parkolóiban. A parkolás ingyenes lesz. A Kincses temetőnél parkolni lehet majd a Jókai utca mindkét oldalán a Gácsi László utcáig, valamint az Észak utcán a Kincses temető oldalán áll.
Információink szerint itt lesz Almás István polgármester temetésén Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is. Hódmezővásárhely önkormányzata tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2017. december 1-én pénteken szünetel az ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban. Továbbá a pénztári befizetés is szünetel. A Soros György által támogatott szervezetek az elmúlt 2 évben mindent elkövettek Budapesten, Brüsszelben és Berlinben azért, hogy megváltoztassák Magyarország migrációval kapcsolatos álláspontját, és bevándorláspártivá tegyék az országot, mondta Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfón. A kormány azonban ellenáll, Magyarországot nem lehet bevándorló országgá tenni, jelentette ki Lázár János. A miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, hogy a kormány megtárgyalta a belügy és a hírszerzésért felelős miniszter jelentését a nyugat-európai sajtóban napvilágot látott Soros akták ügyében. A jelentés döntő része államtitok. De kiemelte Lázár János, azért volt szükség a jelentésre, mert a magyar államhatár védelme, a szuverenitás garantálása nemzetbiztonsági kérdés. Amikor mi világossá tettük azt, hogy a bevándorlást meg akarjuk állítani, hogy Magyarországban nem akarunk bevándorló országot, hogy Magyarországnak nincs szüksége bevándorlásra, ami meggyőződésünk és véleményünk szerint, akkor Soros György meghirdette azt, hogy a magyar kormányzati álláspontot meg kell változtatni. És hogyha ez nem működik, akkor meg kell változtatni a kormányt magát. Ezt világosan meghirdette, világosan közhírré tette, és ez volt az a pont, ami úgy gondolom, hogy messze túlmegy az elmúlt 20-30 év általa végzett magyarországi tevékenységén. Az összes kezében lévő eszközt arra használja föl minden kétséget kizáróan Brüsszelben és Berlinben, és Budapesten is, hogy a magyar kormány bevándorlással kapcsolatos álláspontját a befolyásolással, a nyomásgyakorlással változásra bírja. Lázár János úgy fogalmazott, nem a kormány támadta a Soros szervezeteket, hanem ezek akarják megváltoztatni a magyar döntéshozók álláspontját. Továbbá a Kormányinfón szó volt arról is, hogy mintegy 60-70 milliárd forint uniós bírság fenyegeti Magyarországot a 4-es metró MSZP-hez és SZDSZ-hez köthető szabálytalanságai miatt. Több mint 20 éven át irányította a Csongrád megyei rendőrfőkapitányságot dr. Lukács János rendőrvezérőrnagy, aki ma töltötte utolsó munkanapját az intézmény élén, ugyanis holnaptól nyugdíjba vonul. Utódja dr. Piros Attila rendőrdandártábornok lesz. A megyek közbiztonsága és belső rendje kiegyensúlyozott és kiszámítható. Sikerült előzetes módszertani útmutató nélkül leküzdeni az elmúlt 20 év legsúlyosabb problémáját jelentő migrációs áradat megfékezését. Emelte ki az utóbbi 2 évtized egyik legnagyobb nehézségét a leköszönő Csongrád megyei rendőrfőkapitány, dr. Lukács János. Ami Csongrád megyei rendőrfőkapitányság értéke, hogy a krízishelyzet kezelése ellenére a kivételes szakmai minősítésre méltónak találtatott, miként az is nagyon fontos, hogy az önkormányzati voksoláson 6 esztendőn át minden évben a legmagasabb átlagot kaptuk, tehát a képzeletbeli első helyen végeztünk. Sikeresen képezték ki a határvadász századokat, amelyek az ideiglenes biztonsági határzár mentén végzik munkájukat. Az elmúlt években költözött új helyre többek között a kisteleki vagy a makói rendőrkapitányság és több rendőrőrsöt is létrehoztak a meglévők mellé. Ez mind-mind a biztonság erősítését szolgálta. Új rendőrautókat állítottak hadrendbe, és az önkormányzatok finanszírozásával kamerarendszereket telepítettek a különféle településeken, amelyeket Lukács János 20 éve Európa nagyvárosaiban látott és tanulmányozott. Elhelyezésük mikéntjére és fontosságára ő hívta fel több városvezető figyelmét. A befektetés megtérült, ezzel is növelték a közbiztonságot. A Csongrád megyei rendőrfőkapitányság sikerességét nem sajátíthatja ki, fogalmazott szerényen a nyugdíj előtt álló főkapitány, aki elmondta, munkatársai nélkül mindez nem valósulhatott volna meg. A leköszönő rendőr-vezérőr nagy terveiről is mesélt. Vasárnap a családommal elutazunk. Pihenése természetesen lesz lehetőség, de nem abban a formában, ahogy én azt előzetesen elképzeltem. Advent időszak van, aktív koromból tudom, hiszen még most is aktív vagyok egy rövid ideig, hogy az advent időszak mit jelent a rendőrségen. Én azt gondolom, hogyha saját életünket éljük immáron én uniformison kívül, azért az advent időszakban mindig sokasodnak a teendők, hogy készülünk az ünnepre.
el fog telni a december, aztán a szokásos programok ugye az év elején. Én azért azt gondolom, hogy az első időszakban mindenképpen úgy fogom magam érezni, mint a szabadságon lennék, aztán tudatosulni fog bennem egy idő után ez a szabadság, ez, hogy úgy mondjam, nem fog eltelni. A főkapitány hódol majd köztudott szenvedélyének, az aláírásgyűjtésnek is, amely egy 2005-ös illéskoncerten kezdődött. Azóta sok-sok neves művésztől kért már autogramot a nyugdíj előtt álló rendőrvezérőrnagy. A gyermekekre való odafigyelés szempontsora alapján kiválóan gyermekbarát kórház lett a Vásárhelyi Egészségügyi Intézmény. A Társaság a Szabadság Jogokért civil szervezet rangsora alapján több mint 100 kórházból mindössze 15 nyerte el az országban az elismerő címet. Elnyerte a kiválóan gyermekbarát kórház címet a Vásárhelyi Egészségügyi Intézmény fekvőbeteg gyermekosztálya. Az ország több mint 100 kórházából 15 kórház kapta meg ezt a címet. A TASZ, azaz a Társaság a Szabadságjogokért civil szervezet, aki igazán nem vádolható azzal, hogy Hódmezővásárhelyt elvtelenül dicséri, végzett egy olyan felmérést, amely az összes magyar kórházban, ahol gyermekellátás történik, megkérdezték, hogy milyen körülmények között gyógyulhatnak a gyermekek. Mennyire van lehetőség, vagy mennyire tartja fontosnak a kórház gyermekosztálya azt, hogy a gyermekek az ő életkoruknak megfelelő környezetben, számukra legfontosabb szülői jelenlétben tölthessék azt a néhány napot, vagy akár hosszabb időt, ami a gyógyulásukhoz szükséges. A címet egy több kérdéssorból álló kérdőív alapján ítélte oda a TASZ, amelyet az osztály dolgozóinak kellett megválaszolnia. A szempontok között szerepelt például, hogy a kórház bútorzata, dekorációja, az ott található játékok mennyire felelnek meg a gyermekek életkori sajátosságainak, mennyire vidámak, színesek, egy szóval, hogy az egész környezet, illetve a szakszemélyzet magatartása mennyire oszlatja el a kicsik félelemérzetét. Az egyik kérdéscsoport arra vonatkozott, hogy itt alhat-e a szülő a gyereke mellett, és igen, itt alhat. Kell ezért fizetnie? 14 év alatti gyermek esetében sem az itt alvás lehetőségért, tehát kap külön ágyat az édesanyja vagy az édesapa, aki itt alszik, nem kell sem az ágyért, az itt alvásért, sem az étkezésért fizetnie, hiszen ugyanúgy megkapja az étkezést is. Másik kérdés volt, hogy teszünk-e különbséget a között, hogy édesanyja vagy édesapa marad itt. Ezt mindig a családra bízzuk rá, hiszen ők tudják, hogy a gyermek melyik szülőhöz kötődik jobban, vagy hogy tudják megoldani, ki tud itt maradni vele. Egyedül akkor kell külön engedélyt kérni, de főorvosul mindig megadja, hogyha egyik szülő sem tud itt maradni, hanem másik családtag maradna. Itt vannak kétágyas kórtermeink is, ami azért fontos, mert a gyermek és az anyuka vagy az apuka teljesen külön tudnak egy kis intim térben töltik a napjaikat, hiszen egy ott alvó szülőnek nem feltétlen kellemes az, hogyha sok ágyas kórteremben van. Három ilyen kórterem van, ahol kettesben lehetnek. Pozitívan értékelték az elbírálók többek között, hogy Vásárhelyen a gyermekek behozhatják a kórházba kedvenc játékaikat, illetve otthoni pizsamáikat is. Az egészségügyi intézmény újszülött kortól egészen 18 éves korig látja el a betegeket, Hódmezővásárhely és Makó, illetve a két város vonzás körzetének területéről egy 100 000-es lakosságszámú térségből. Specialitása az endokrinológia és a diabétesz, amelynek kapcsán egész Csongrád megye területéről fogad ellátottakat. Az utóbbi évben 1234 beteget kezeltek a Vásárhelyi, immáron kiválóan gyermekbarát fekvőbeteg gyermekosztályon. Telefonos csalók hívogatják a lakosokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében. A NAV felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy telefonon soha nem értesítik ügyfeleiket, és nem kérnek bankszámlaszámot vagy egyéb bizalmas adatokat. Adózói bejelentés szerint valaki ismét a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében telefonál és kér bankszámladatokat. A telefonban egy udvarias hang közli az ügyfélel, hogy túlfizetése van az adóhivatalnál, de ezt csak nevének és bankszámlaszámának megadását követően tudják utalni. A NAV felhívja a lakosság figyelmét, hogy telefonon soha nem értesíti ügyfeleit, és soha nem kér bankszámlaszámot vagy egyéb bizalmas adatot. A Nemzeti Adó és Vámhivatal kéri azoktól a személyektől, akik ilyet tapasztalnak, hogy haladéktalanul tegyenek bejelentést a NAV bármelyik igazgatóságán, ügyfélszolgálatán, és semmiképpen se adják meg az adataikat. Az ebből eredő kellemetlenségért a NAV nem vállal felelősséget, mert a hivatal kizárólag ügyfélkapun, postán, illetve folyószámla kivonaton értesíti az adózókat a túlfizetésekről.
Kedves nézőink, a híradó véget ért, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Pénteken a reggeli órákban erősen felhős borult lesz az ég, szorványosan csapadék is várható. A légmozgás jelentősen gyengül, jellemzően nyugati, északnyugati szél várható. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 0 fok körül alakul. Holnap csapadék már nem várható, változóan felhős időben bízhatunk némi napsütéssel. A legmagasabb hőmérséklet 5 Celsius fokig emelkedik.